Nagy-nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetem szokásos havi előadásán, és a megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mai előadónkat, dr. Borvendég Zsuzsanna történészt. Kommunista hálózatok nagy-nagy kutatója és számos kiadvány szerzőjeként már ismerté válhatott sokak előtt, viszont most itt a lehetőség, hogy akár konkrét kérdéseinkre is választ adjon, hiszen szokásos módon az előadás második részében erre is lehetőséget biztosítunk, de a megszokottak szerint kezdjük akkor a bevezető előadással. Történész asszonyé a szó. Nagyon szépen köszönöm a meghívást elődnek, professzor úrnak, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek ma este. Én nekem gondolkodtam azon, hogy miről is beszéljek önöknek, és nagyjából azt fogom elmondani, amit szoktam, és a végén aztán majd beszélgetünk, viszont a szokásoshoz képest valószínűleg másképp fogom kezdeni az előadást, egészen egyszerűen azért, mert ez egy kivételesen, hogy is mondjam, beavatott közönség várhatóan, és azzal szoktam kezdeni, hogy mi is ez a hálózat. Tehát, hogy a társadalmi szerveződésben a hálózat az milyen magától értetődő és természetes jelenség, és ha valaki hálózatokról beszél, akkor az nem konteókat gyárt. És ezt szoktam szociológiai és egyéb természettudományos bizonyítékokkal elmagyarázni az embereknek, de gondolom, hogy itt ebben a társaságban erre nincs szükség. Úgyhogy ezen túllépnék, és inkább onnan kezdeném, hogy azok a hálózatok, amelyek a Kádár rendszerben már egészen egyértelműen gyakorlatilag olyan mély rétegeiben szőtték át a magyar gazdaságot, amely ahhoz vezetett, hogy Magyarországot kvázi eladósították a 90-es évekre, hogy ennek hol vannak, honnan jönnek a gyökerei. Itt egy kedves hölgy az első sorban megszólította az előadás előtt, hogy ő annyit gondolkodott arról, hogy én azt mondom, hogy 44-45-ben kezdik szervezni ezt a hálózatot. De hogy ez nem jön a semmiből. És hát így van. Nem jön, és nem is jöhetett a semmiből. Úgyhogy megpróbálom, ami kézzel foghatóan elmagyarázható, vagy bizonyítható, hogy 44-45-ben mire kezd ráépülni, mert egyértelműen ez már akkor egy ráépülés ez a hálózat. Ha visszatekintünk, minimum 17-ig vissza kell menni. Ugye ez egy konkrét pillanat, a bolsevik puccs Oroszországban. De azért azt is tudni kell, hogy maga a bolsevik puccs is már egy hálózati mozgolódásnak a következménye. Leninék sem a semmiből jöttek. Távlatosan nem tudunk előre menni idő hiányában sem, mert akkor nem jutunk a lényegi mondani valóig el, de hát nyilván az is közhelyszerű már, hogy azért a bolsevikok előképe ott volt valahol a jakobinusoknál. És az egész hálózati mozgolódás, ugye a társadalomnak két alapvető szerveződési szintje van, a hierarchia, ami az állami intézményrendszer, és a hálózati lét, amely horizontális és informális kapcsolati térkép tulajdonképpen, és ez a kettő folyamatosan jelen van az emberi társadalmakban. Van egy Niall Ferguson nevezetű skót történész, aki egyébként ennek a liberális fősodratú tudományos világnak egy nagyon közkedvelt és elfogadott tudósa, úgy is mondhatnánk, hogy egy celeb történész, ehhez képest megírta ezeknek a hálózatoknak a történetét, szerintem elég korrekt módon, még ha kicsit populáris is. Megvan magyarul is Tér és a toronya címe, és ő abban végig vezeti azt, hogy mióta, tehát az őskori társadalmaktól elkezdve tulajdonképpen a hálózatok, meg majd ezt ókortól kezdve a hierarchiák hogyan szerveződnek. És azt mondja, hogy nagyon leegyszerűsítve a hierarchia rend, a hálózat az anarchia. És természetes módon az emberek a rend iránt fogékonyak, a rendet akarják. Innentől kezdve az emberiség történelmének legnagyobb időszakában az intézményrendszer, tehát a hierarchia volt az, ami dominált. Igen ám, de a felvilágosodással megkezdődött egy olyan
előszele a hálózatosodásnak, amely a történelemben először jutott el oda a francia forradalommal, hogy átveszik a kezdeményező szerepet a hálózatok. És erre azt mondja Ferguson, hogy aztán a Szentszövetség Európája visszaállítja a hierarchiák dominanciáját, és egészen a 20. század közepéig ezek a hierarchiák dominálnak. Egész egyszerűen azzal magyarázza, hogy a 20. században ugye két világháború van, két totális diktatúra, egyértelműen ez a centralizmusnak a hierarchiának kedvez. Na most itt nekem azért van egy kis vita ponton Fergusonnal. Valószínűleg az ő nézetrendszer, ugye egy angol száz történészről van szó, nyugati szempontból lehet, hogy így néz ki a 20. század. A mi nézőpontunk meg alapvetően más, mert mi benne voltunk mind a két diktatúrában, és más a tapasztalatunk. Én azt mondom, hogy ugyan valóban bizonyos mértékben a 20. század első fele a hierarchiáké, de a hálózatok azok a Szentszövetség Európájában sem tudnak annyira visszaszorulni, hogy ne lennének nagyon meghatározó. Gondoljunk a 48-as forradalmon, ami végig söpör Európán. Tehát a hálózatok azok a francia forradalom után sem tudják őket olyan szinten visszaszorítani, mint előtte. Leninék ebből a fajta hálózati mozgolódásból emelkednek föl, és itt nem csak ideológia van mögöttük, ugye a jakobinus elméletekhez hozzájön aztán a marxizmus, és ebből a 20. század elejére megszületik ez a szélső marxista bolsevik ideológia, amelyet ezek az anarchisták Oroszországban oly sikeresen tudnak képviselni. De ez a fajta hálózat nem csak ideológia mentén mozog, hanem hozzájön egy nagyon komoly gazdasági érdek is. Legkésőbb a 20. század elejére, persze lehet, hogy azért ez korábban megtörténik Magyarországon, mondjuk a 67-es kiegyezés után itt nagyon komoly gazdasági átalakulás történik, aminek ez egy, azt gondolom, hogy fontos összetevője. De ez a fajta gazdasági hálózat, ez elsősorban Amerikából indul. A leninéket és az orosz anarchistákat amerikai nagytőkések kezdik finanszírozni. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy ott van Oroszország hatalmas nyersanyagbázissal, és szeretne oda behatolni tulajdonképpen a nagytőke. Szeretné Oroszországot hitelekből, nyugati nagytőkéből modernizálni. Na most a cárok, akik II. Miklós egyértelműen hozzákezd nagyon intenzíven Oroszország modernizálásához, és hiteleket is kényszerül nyilván fölvenni, de azért amennyire lehet saját előforrásból szeretni mindezt megtenni, ez hát finoman szólva valószínűleg nem tetszik az amerikai nagytőkének, és ezért nagy előszeretettel finanszírozzák azokat a mozgalmakat, amelyek tulajdonképpen legyengítik a cári Oroszországot. Azt tudjuk, hogy ehhez jönnek politikai érdekek is. Az első világháborúban Németország szeretné kiugrasztani az oroszokat a háborúból, ezért a német titkosszolgálat és a német kormány is támogatja a leninéket kiképzéssel, pénzzel, különböző eszközökkel, tehát van egy olyan fajta hálózati mozgás már leninék előtt is, amelynek a felfejtése hát nem az én szakterületem. Csak azt szerettem volna, hogy lássák, hogy tényleg nem a semmiből kezdődik itt 44-45-ben valami. Aztán 17-ben, amikor megtörténik a bolsevik puccs, utána fel kell építeni egy új világot. Hát az sem a bolsevikok saját anyagi erőforrásából történik, hiszen ez egy maroknyi csapat tulajdonképpen, akiknek nagyon komoly tőkére van szüksége ahhoz, hogy valahogy stabilizálják a saját hatalmukat, és egy Armand Hammer nevezetű amerikai nagytőkés érkezik Leninhez, és vele találják ki azt a konstrukciót, amin keresztül az amerikai nagytőkések megjelennek befektetőként
Oroszországban, és kvázi felépítik az új világot, felépítik a szovjet, a bolsevik Szovjetuniót. Olyan embereket hívnak akkor be Oroszországban, mint például Henry Ford, aki a híres amerikai autógyáros, aki hát köztudottan antikommunista volt, meg antiszemita, de hát a pénz beszél, úgyhogy ebben a traktorgyár építésében ő is érdekelt volt. De legalább 40 ilyen nagy tőkés érkezik ekkor, és elsősorban Észak-Amerikából a Szovjetunióba befektetőként. A konstrukció lényege az, hogy Lenin ugye azonnal mindent államosít, viszont a különböző iparvállalatokat, iparágazatokat visszaadja bérbe, koncesszióba ezeknek a befektetőknek, és így kvázi amerikai pénzen épül fel a szovjet ipar. Aztán majd Sztálin a 30-as években, amikor már elég erős ahhoz, hogy meglegyen ezek nélkül, a tőkések nélkül, kiebrudalja őket, és aztán Sztálin halála után kezdődik újra ez a nagyon intenzív gazdasági együttműködés a Szovjetunió és az amerikai nagy tőke között. Ugye Lenin nem egyszerűen csak ezt a feltőkésítést csinálja meg profi módon, hanem megteremti annak az előképét, amit majd 44-45-ben kötelező jelleggel kell az általa megszállt országokban, de a Szovjetunió által megszállt országokban, így Magyarországon is alkalmazni. Ez nagyon tömören, vagy röviden úgy néz ki, hogy minden ipar ágazatot visszaad koncesszióba, tehát magánkézbe, az államosítások után, egyetlen egy terület van, amihez nem nyúl, amit nem ad ki egy pillanatra sem a kezéből, és ez a kereskedelem. Méghozzá azért, mert a kereskedelem nem más, mint egy élő hálózat, az egész világot behálózó élő gazdasági kapcsolatrendszer, amiben ráadásul folyamatos a tőkemozgás. A kereskedelem segítségével tökéletesen lehet illegális pénzeket mozgatni, titkos szolgálati fedőakciókat támogatni, tehát a fekete pénzek mozgatására is alkalmas, azon túl, hogy egy fedett hálózati építkezést is lehet ennek a segítségével végrehajtani. Ki is építi egyébként az első bázisok, a szovjet titkos szolgálat első bázisai nyugaton, azok a kereskedelmi kirendeltségek lesznek. Már 1920-ban a nagy nyugat-európai városokban van Moszkvának kereskedelmi kirendeltsége. Diplomáciai kapcsolatok még nem nagyon léteznek, tehát nagyköveti szinten nem tud a Szovjetunió jelen lenni a nyugati országokban, de gazdasági kapcsolatok azok működnek, és ezek a kereskedelmi kirendeltségek, ezek egyben természetesen titkos szolgálati bázisok is. Berlinben a 20-as évek elején egy 800 főt számláló kereskedelmi kirendeltsége van Moszkvának. Most gondoljanak bele, hogy egy kereskedelmi kirendeltségre kell egy kirendeltségvezető, egy üzletkötő, egy titkárnő, és akkor még sofőr se kellett, mert ugye 20-ban még az nem biztos, hogy olyan elterjedt volt, tehát hogy néhány fővel egy ilyen kirendeltséget üzemeltetni lehet. Ehhez képest 800-an dolgoztak Berlinben. Na most Berlinben, hogy miért volt ez ilyen fontos, egyébként Bécsben is hasonló volt a moszkvai kirendeltség létszáma. De miért volt ennyire fontos Berlin? Itt alakult ki a Komintern központja. Méghozzá a Komintern pénzügyi központja. És hogy ki alapította, vagy ki hozta létre a Komintern pénzügyi központját, egy Varga Jenő nevezetű úriember, aki a magyarországi kommün pénzügyi népbiztosa volt 19-ben. A kommün bukása után elmenekült, először Bécsbe, majd Berlinbe kötött ki, és ő az, aki megszervezi a Komintern pénzügyi központját. Háj László nevezetű úr ott van mellette, aki szintén egy fiatal ember, orvosnak tanult, de egészen fiatal még 19-ben, de a kommünben ő is részt vesz, és neki is menekülni kell. Az ő neve az majd 44-45-ben lesz újra fontos Magyarországon. Tehát az a helyzet, hogy
a szovjet hálózatok, gazdasági és propaganda hálózatok, mert ugye az a másik jelentősége Berlinnek, nem csak pénzügyi központ, hanem egy propaganda, az ideológiai terjesztéséhez elengedhetetlen bázis. Tehát a propaganda és a pénzügyi hálózatoknak, a pénzügyi dolgainak az intézése történik Berlinben, és itt nagyon fontos a Magyarországról elszármazott kommunárok szerepe. De nem csak ebben, hanem ez is kevésbé köztudott, hogy a két világháború között nem csak a Komintern, de a szovjet titkosszolgálat és más baloldali, szélső baloldali mozgalmakban, amelyeknek mögött természetesen a Szovjetunió áll, azoknak a hálózatoknak a vezetői között rendkívül nagy számban vannak Magyarországról elszármazott bolsevikok. A nemzetközi szakirodalom úgy is nevezi őket, hogy a magyar maffia. Mondjuk a magyar jelzőt azt én nem szeretem használni, ezért mondom, hogy magyarországi. Tehát ezek a Magyarországról elszármazott bolsevikok vezető pozíciókban vannak a bolsevik hálózatokban a két világháború között. Tehát olyan tudásbázist szereznek 45-re, amely kiemelt fontosságú lesz a 45 utáni időszakban. Kiemelt fontosságúvá teszi Magyarországot a szovjetek számára. Ezek az emberek ismerik a hálózat működését, ismerik az illegális pénztranszferek működtetését és módozatait, olyan know-how-val rendelkeznek, ami a régió többi kommunistájáról nem mondható el. Egyébként olyan, tehát nem csak a pénzügyben, tehát ugye a Szovjetunió feltőkésítéséig rendkívül fontos a gazdasági hálózat. De a két világháború között már sokkal fontosabb lesz az ideológia. Egész egyszerűen Sztálinnak, onnantól kezdve, hogy a birodalom meg a hatalom stabilitása megvan, az lesz a fontos, hogy a világforradalomra készülve a társadalmakat alulról bomlassza. Tehát számára ez a fajta hadviselés tulajdonképpen tökélyre fejleszti ezt a fajta hadviselést a két világháború között. Ekkor még amerikaiak sehol sincsenek. Nem csak az ideológiai hadviselésben nincsenek sehol, de még a hírszerzésben sem. Amerika a második világháborúban kap észbe, hogy neki kellene egy komoly ütőképes titkos szolgálatot felépítenie, ha fel akarja venni a versenyt a szovjetekkel. Az angoloknak van hírszerzése, de hát tudjuk ott is, hogy milyen kezdetleges, hát a Cambridge-i ötök néven elhíresült szovjet ügynököket a legmagasabb adminisztratív szintre épülnek be. Amerikában ugyanúgy ott vannak a kormányzati szinten a szovjet ügynökök, de a kultúrában meg még inkább. Hát Hollywood és egyáltalán az amerikai filmgyártás úgy jön létre, hogy ott a társutas értelmiség megfertőzésével a leghíresebb rendezők, a leghíresebb színészek gyakorlatilag szimpatizánsai a Szovjetuniónak. Az is kevésbé köztudott, hogy annyira fontos a szovjetek, és annyira jól tudják a kommunisták, hogy milyen fontos a propaganda, hogy mondjuk a szovjet filmipar, az hát nagyjából egyszerre jön létre Hollywooddal, de sokkal intenzívebben dolgozik. Dömpingben nyomják a szovjetek a 20-as évek elejétől a filmeket, és olyan nagy sikerrel, ugye, hogy nagyon sokáig, remélem önökről már ez így lepörög, de hát nagyon sokáig azt gondolta a világ, hogy a téli palota ostroma úgy történt, hogy jöttek a szovjet kadétok, és hát a kadétok a bolsevik kokkal vezérelve, és egy nagy hősies küzdelemben bevették a téli palotát, és mindez miért? Azért, mert megfilmesítették Leninék azonnal, 17 után. És közben nem történt más, a téli palota üres volt, néhány sebesült kadét volt ott néhány nővérrel, fegyvertelenül, és gyakorlatilag Leninék besétáltak, és a cári borospincében leitták magukat. Nagyjából ennyi volt a téli palota ostroma. De ezt annyira profint, tehát a propaganda, a befolyásolás, a megtévesztés olyan magas fokon űzték, amihez a nyugat hát nagyon későn nőtt fel, de aztán sikerült neki mára már rendesen. Tehát
A filmgyártás például Armand Hammernek, még ez egy utolsó, aztán tényleg áttérek a magyar 45 utáni helyzetre, de még egy utolsó érdekesség, hogy Armand Hammer, akinek a nevét említettem, hogy elment Oroszországba, miután Leninék átvették a hatalmat, az ő apja, Julius Hammer, egy hithű kommunista volt, még a szüleivel emigrált Oroszországból, és aztán ő volt az, aki a keleti parton megalapította a kommunista pártot a feleségével. És ez a Julius Hammer személyesen ismerte Lenint, már az első világháború előtt, évekkel előtte már finanszírozta, tehát az amerikai pénzügyi elit megkörnyékezése és behálózása elsősorban az ő nevéhez köthető, és hát fegyvergyártól elkezdve drága kőcsempészeten át, drogkereskedelem, egy csomó mindent művelt ez a Julius Hammer a barátaival, és tulajdonképpen egy drogéria üzlethálózatot hozott létre, és azon keresztül most a tisztára a pénz, tehát egy nagyon komoly üzletember volt. És ennek a Hammernek volt két társa, amikor elkezdték ezt a pénzmosást csinálni tulajdonképpen, akik aztán kiváltak ebből. Úgy szól a fáma, hogy amikor elkezdte ezt a drogéria üzlethálózatot kiépíteni Julius Hammer, akkor ez a két üzlettársa, akik egyébként testvérek voltak, úgy döntöttek, hogy inkább a filmiparban, vagy inkább a kultúra területén fognak dolgozni. Az egyikük a 20th Century Fox, a másikuk pedig a Metro-Goldwyn-Mayernek az alapító elnökei lettek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kommunista hálózat milyen profi módon környékezi, meg hálózza be a nyugatot, akkor látni kell, hogy ők nagyon tudatosan, azonnal, tehát ráébrednek, hogy a filmipar a jövő ütőkártyája, és azonnal ott vannak, és beépülnek. Na most ilyen előzmények után jutunk el 44 őszéig, amikor megérkezik a Vörös Hadsereg a trianoni Magyarországra. Most ugye nagyon sok mindent tudunk erről, meg nagyon sok minden kiderült az utóbbi években, de hogy az, hogy Vas Zoltán és Háj László, a Háj László az, aki a Varga Jenőnek a tanítványa volt ugye Berlinben, hogy ők azzal a feladattal érkeznek 44 őszén a Vörös Hadsereggel, hogy Magyarország külkereskedelmét még azelőtt a kommunista párt irányítása alá vonják, mielőtt megtörténnének az államosítások, na erről eddig senki nem beszélt, pedig Vas Zoltán is egyébként, és Háj László is a visszaemlékezéseiben erre rendszeresen kitér. Csak senkinek nem esett le, hogy ennek miért van jelentősége. Ugye Sztálin egy hosszabb átmenetet akar, nem lesz azonnal államosítás. Itt a szövetségesekkel való együttműködés miatt tudja, hogy szovjetizálni fogja a régiót, a nyugat is tudja szerintem, ez nem kérdés. De akar adni egy demokratikus látszatot neki. Innentől kezdve az államosítások, azok évekre el fognak tolódni. De hogyha a kereskedelem a kommunista párt irányítása alatt van, akkor kvázi a hálózatot lehet irányítani Magyarországról, másrészt a pénzmozgás tökéletesen a kommunista párt felügyelete alatt van. A tőke mozgásra az első pillanattól kezdve rálátnak. És Vas Zoltánék meg is kezdik ennek a kereskedelem feletti felügyeletnek a megszerzését. Ez egy hosszú, de most milyen módszert? Nagyjából ugyanazt a módszert csinálják, amit Lenin 17-ben kitalál. Vállalatokat kezdenek alapítani. Először egyébként jönnek a szovjet-magyar vegyes vállalatok, mert ugye ezt Lenin kitalálja már, később ez is fontos lesz Magyarországon, hogy vegyes vállalatokat kell alapítani nyugaton. 17 után Lenin a kereskedelmi kirendeltségek mellett egyből elkezd vegyes vállalatokat alapítani. Felerészben szovjet tulajdon,
Fele részben pedig nyugati befektetőket hív be a cégbe, meg mindig van egy bank, aki az ügyletek pénzügyi részét ugye finanszírozza, meg intézi, és ezek a szovjet vegyes vállalatok egyébként egészen a Szovjetunió bukásáig fennmaradnak, meg szerintem még most is élnek és virulnak. Tehát ez van egyfajta szisztéma, amit Vas Zoltánék alkalmaznak, van egy forgatókönyv. Az első pártvállalatot egyébként 44. november 7-én jegyzik be, hozzák létre Szegeden, és ez a Szikra, a későbbi Szikra nyomda. Ekkor a Szikra még egy gazdasági társaság, egy export-import cég. És ki van adva, hogy a front előrehaladásával a frontvonal mögött a helyi pártalapszervezetek mindenképpen alapítsanak egy-egy ilyen vállalatot, amely export-importtal foglalkozik, tehát külkereskedő cég. A helyzet azért érdekes, mert nincs külkereskedelem, háború van. Majd 45 tavasza után, amikor fegyverszünet lesz, tehát elvonul a front, akkor is, tehát olyan jóvátételt kell fizetnie Magyarországnak, hogy tulajdonképpen 1947-ig nincs érdemi külkereskedelem az országban. Viszont a kommunista pártnak 45 tavaszára rendkívül sok kereskedő cége van szerte az országban. Olyan sok, hogy a pártiratokban vissza lehet keresni, hogy panaszkodnak egy idő után, hogy annyira átláthatatlan, hogy mindenki saját zsebre dolgozik, ez teljes káosz, centralizálni kell ezeket a cégeket, és egy nagy holdingba kell tömöríteni. Úgyhogy a magyarországi kommunista pártnak 45 decemberében az a legfőbb gondja, hogy létrehozzon egy holdingot, meg egyébként ezzel párhuzamosan létrehoz egy bankot is, a Dunavölgyi Bankot. Tehát van egy hatalmas céghálózata. De ugye a kereskedelem nincsen. Mit csinálnak? Csempésznek. Ekkor a közszükségleti cikkeket, ugye közben hiperinfláció kezdődik, a közszükségleti cikkek beszerzése a fekete piacon történik, csempészárúval. A csempészetet a közben létrejött politikai rendőrség segítségével lehet bonyolítani. Péter Gáborék meg aztán később létrejön a gazdaságrendészeti osztály a politikai rendészeten belül, és ezek adnak tulajdonképpen védelmet a kommunista párt csempész hálózatához. Ez megint egy nagyon izgalmas kérdés, mert azért a hiperinflációra is rájátszanak, ugye a szovjetek is rendesen, de a magyarországi kommunisták is. És aztán, amikor eljön az idő, hogy stabilizálni kell a magyar pénzt, ugye bevezetik augusztus 46. augusztus 1-től a forintot, ott is nagyon érdekes, hogy azzal is mahinálnak a kommunisták, ugyanis van egy olyan pártvállalatuk, aminek az a neve, hogy Westorient, és ezt azért hozzák létre, hogy ezt az egész machinációt ők tudják, tehát az új pénz bevezetéséhez vezető folyamatokat ők tudják felügyelni. A Westorientet ráadásul úgy hozzák létre, nagyon fifikásak egyébként, a pártvállalatok tömegének csak egy része pártvállalat. A legnagyobb része áttételesen, valami strómanon keresztül tartozik a párthoz, és van egy része, amiben nem is lehet látni, hogy a párti. Olyan sok áttétel van. És a Westorient ez egy olyan cég, hogy amikor létrehozzák, tudják, hogy nagy panamákat akarnak vele csinálni, ezért az összes koalíciós partnert kényszerítik arra, hogy aláírják az alapítási szerződést. Tehát elvileg papíron a Westorientben az összes koalíciós párt vezetése benne van. De gyakorlatilag a kommunisták csinálják ezt a céget, és hát azzal bízzák meg, ugye látszólag koalíciós cég, tehát kvázi állami cég, és az a feladata, hogy az infláció letörését segítse azzal, hogy árukészletet halmoz fel, azért, hogy az új pénz bevezetésekor legyen árufedezet. Ugyanis, ha egy pénz hiába vezetik be a forintot, ha nincs rajta mit vásárolni, az a pénz azonnal elkezd értéktelenedni. Tehát ahhoz, hogy augusztus 1-én bevezetésre kerülő új pénz megtartsa a stabilitását, ahhoz árukészlet kell. Elképesztő stikliket csinálnak egyébként a Westorient mögött, a komcsik. Egyedül a dohány az, ami volt 45-ben aratás.
De nincsen dohányipar, nincs feldolgozóipar, az első gyár, ami elindul 45-ben, az a pécsi dohánygyár. Aranyért, Napóleon aranyakért, meg a jó ég tudja még milyen értékekért árusítják a csempészett cigarettát nyugaton, egész nyugaton hiányzik a cigaretta. És végülis tehát sok-sok átételen keresztül végülis eljutnak odáig, hogy felhalmoznak főleg textil árút a West Oriental, tehát Angliában veszik meg a textil neműt, ugye a ruházathoz való hozzáférés is rendkívül problémás ekkor, és ezeket a textil nemüket, ezeket az ország különböző pontján elhelyezik raktárakba. Az a szabály, hogy csak augusztus 1-től lehet árusítani. Nagyon aggódnak a koalíciós partnerek, hogy ki fogja, mert ugye az árukészlet meg a raktárak, azok a kommunisták felügyelete alatt áll. Hogy ki garantálja azt, hogy augusztus 1-én az üzletekbe kerül az áru? Hát senki nem garantálta, nem is került oda, hanem a teherautókra rakták, és elkezdték hordani teherautón a textil készleteket az ország különböző pontjaira. Ugye ez teljesen kiszámíthatatlan, hogy éppen mikor és hol jelenik meg egy teherautó ruhákkal, és lehet vásárolni, és aztán mikor mennek tovább, vagy hova nem is jutnak el. Ez teljesen kiszámíthatatlan, bizonytalan. Innentől kezdve a forint inflálódása nagyon komolyan fölmerül, és aztán akkor Súlyog Dezső lesz, volt az, aki ennek gátat szabott, mert Súlyog Dezső akkor még a parlamentben volt, és nagyon komoly viták voltak ebből, tehát gátat tudtak vetni annak, hogy tudatosan akarták elinflálni a forintot a kommunisták, és akkor még sikerült ezt megakadályozni, de hát úgy történik, hogy a West Orient Panama kiderül, a West Orientet fel kell számolni, ugye a felelősség az koalíciós szintű, hát nyilván, viszont az árukészlet és a West Orient pénze az úgy valahogy úgy átcsorog új cégekbe. Tehát még a West Orient után 3-4 utódvállalatot is alapítanak a kommunisták. Tehát ez történik az első időben. Emellett az adminisztratív oldalát is megoldják, ugye részén a gazdasági főtanács, aminek a főtitkára Vas Zoltán, a másik olyan figura Hály László mellett, akinek az a feladata, hogy megszerezzék a Külker fölött a felügyeletet, és a két oldal, tehát az adminisztratív oldal és a céghálózat együttesen biztosítja azt, hogy 1946 nyarára minden kereskedelmi forgalom a kommunisták felügyelete alatt zajlik. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan tőkemozgás, hitelfelvétel, bármi, amiről ne tudnának, pedig ekkor még külföldi cégek is vannak Magyarországon. Tehát az államosítás még nem történt meg, csak egy nagyon szűk szegmensén a gazdaságban. És azok a nyugati, vagy akár külföldi cégek a saját anyavállalatukkal nem tudnak kapcsolatba lépni anélkül, hogy a kommunisták ezt ne tudnának róla. Tehát ez megtörténik 46 nyarára, az érdemi külkereskedelem pedig 47-ben indul. De az is hogyan? Úgy indul, hogy Vas Zoltán egy Bródy István nevezetű újságírót kiküld a nyugat-német megszállási övezetbe. Bródy Sándor írónak az egyik fia. Hogy került ő a képbe, ez megint érdekes, nem tudom megmondani. Bródy István annak idején, tehát a tanácsköztársaság idején harcolt a Vörös Hadsereg csapataiban, és állítólag nagyon kiábrándult volt, amikor a kommün megbukott, ehhez képest azért a két világháború között sem volt neki rossz élete, sőt, a náci párt egyik propaganda lapjának a helyi igazgatója is volt itt Budapesten, tehát egy érdekes életút van mögötte. Minden esetre Vas Zoltán megbízta őt azzal, hogy menjen ki nyugat-német megszállási övezetbe, és vegye fel a kapcsolatot három gazdaságpolitikussal. Név szerint meg volt adva, az egyik Karl Werkmeister volt. Karl Werkmeister 1936-tól 45-ig Magyarországon volt a harmadik birodalom követségének az első titkára. Háborús bűnös, olyannyira, hogy ő volt az, aki a zsidó deportálások adminisztratív hátterét megszervezte.
nem kapott különösebben ezért dádát 45 után, sőt, a Nyugat-Németországban olyan komoly karriert futott be, mint gazdaságpolitikus, hogy megkapta a legnagyobb NSZK-állami kitüntetést, diplomata lett, tehát egy nagyon komoly gazdaságpolitikai karriert futott be. Tehát ő volt az egyik tárgyalófél, a másik kettő, és olyan ember volt például egy Triska nevezetű ember, aki a Budapesten is szolgálatot teljesített 44-ben, egészen konkrétan annak a birodalmi főbiztosságnak volt a helyi rezidense itt Budapesten, amely főbiztosság alá tartozott az összes náci erőszak szervezet, a Gestapo is. Meg a Englert nevezetű kereskedelmi kirendeltség vezetővel volt még a harmadik tárgyalás. Ő is már a 30-as évektől itt szolgált a budapesti követségen, szintén náci politikus. Őt is egyébként 45-ben elsőként nyilvánítják Magyarországon háborús bűnössé. Tehát elég konkrét cselekmények alapján. Tehát a Vas Zoltán kiküldi Bródi Istvánt, a zsidó származású újságírót, akinek a családja néhány, egy-két évvel korábban Auschwitzban tulajdonképpen szállt füstéborzán, most ott gyilkolják le őket. És ez a Bródi István vállalja, hogy elmegy ezekhez a náci főbűnösökhöz, és tárgyal velük. Na most a tárgyalás eredménye az lesz, hogy kialakul Magyarország és Nyugat-Németország között egy gazdasági együttműködés. Az 50-es évek elejéig ez valami elképesztően jó. Azok, akik gazdaságtörténettel foglalkoznak és elemzik ezt az időszakot, nem is értik, hogy miért kap ekkora kedvezményeket Magyarország. Úgy zajlik ekkora külkereskedelem, hogy minden évben az országok egymással megállapodnak, hogy ilyen kereskedelmi kontingenseket kötnek, hogy az adott évben milyen összegben, vagy termékekben, milyen mennyiségben fognak egymással árucserét bonyolítani. És Magyarország olyan kontingensekre kap szerződést Nyugat-Németországtól, van olyan év, hogy megegyezik Franciaországgal kötött német-francia megállapodással. És az ember nem is érti, hogy mit tud Magyarország szállítani olyan mennyiségben, mint Franciaország. Tehát honnan ez a hihetetlen nagyvonalúság? Ugye itt is nagyon érdekes a helyzet, mert a másik oldalon, tehát német oldalon kizárólag egykori náci tisztek vannak. Az adminisztrációban is, és a cég szintjén is. És ezek az emberek egyrészt gyűlölik az amerikaiakat, tehát azt gondolják, hogy tehát megszállóként tekintenek rájuk, hát azok is, nyilvánvaló, de valamiért azt gondolják, hogy Németország egyesítése, és adott esetben a demilitarizált, független, egységes Németország létrejötte, sokkal inkább a szovjetektől függ, mint az amerikaiaktól, ezért hajlandóak kijátszani a saját rendszerüket, és tulajdonképpen engedményeket adni a blokk országainak, Magyarországnak mindenképpen. Azt nem tudom, hogy a többi országgal ekkor hogy megy a kapcsolat. De az is nagyon érdekes, hogy miközben ez még egy érthető összetétele a dolognak. De azért lássuk be, hogy értjük náci oldalról a dolgot, de hát azért kommunista oldalról már nehezebb ezt megideologizálni, hiszen a kommunistáknak az egyetlen legitimációs alapja a fasizmus elleni harc. Mai napig, tehát választásokat Magyarországon, de sehol a régióban nem nyert kommunista párt. Egyetlen legitimációig mai napig a nácizmus, a szélső jobb a fasizmus elleni harc, ehhez képest az első pillanattól kezdve velük alakítják ki ezt a gazdasági kapcsolatot. De hogy még cifrább legyen a dolog, nem csak egykori náci tisztek, másik oldalon meg magas potentátú kommunisták állnak, hanem bejön még amerikai hírszerzés is. Ugye Amerikának az első pillanatot, tehát 45-ben nyilvánvaló már, hogy ugyan még a szövetségi rendszer él, de hát innentől kezdve Szovjetunió az ellenség.
a világ blokkosodni fog, és nekik érdekük, hogy behatolási csatornákat nyissanak a keleti blokk országaiba. A kereskedelem erre a legjobb. Tehát a hidegháború idején a külkereskedelem a titkos szolgálatok egyik fő frontja lesz. És erre az amerikaiak is készülnek, addigra már fölébrednek, hogy muszáj ütőképes titkos szolgálati hálózatot szervezniük. Ezért kap egyébként nagyon sok náci tiszt kegyelmet, hírszerző tiszt 45 után. Tehát a Gehlen hálózat, nem tudom, hogy mond-e önöknek valamit. A Gehlen egy nagyon-nagyon komoly hálózattal rendelkezett, Hitlernek volt a hírszerzőtisztje, és Kelet-Európában egy elképesztő jó ütőképes operatív hálózata volt, és a Gehlen átáll a háború végén az amerikai oldalára, és hozza az egész hálózatát. Nagyon sokáig használják. Akkoriban az amerikai hírszerzésnek a legütőképesebb bázisa a Gehlen hálózat. Tehát Amerika használni akarja ezeket a náci tiszteket, és hát olyan történetek kerekednek belőle, hogy létrehoznak például egy ilyen kereskedő céget Atlas néven. Az amerikai katonai elhárítás helyi rezidense megbíz egy Kárpik nevezetű lengyel emigránst azzal, hogy hozzon létre egy kelet-nyugat közötti kereskedelemre szakosodott céget. Ez a Kárpik szovjet ügynök. Lengyel kommunista, akit már a Hitlerék is tudták, hogy kommunista, meg szovjet ügynök, tehát Dachau-ból szabadul, letartóztatták a háború alatt, Dachau-ból szabadult 45-ben, és úgy ment a nyugat-német területekre, és az amerikai hírszerzés tudja, hogy egy szovjet ügynökkel áll szemben. De megbízza őt ennek a cégnek az alapításával. A cégnek, az Atlas cégnek a vezetője, az a Triska lesz, akiről említettem, hogy itt Budapesten volt a Birodalmi Főbiztosság helyi rezidense, tehát szintén egy főrangú náci tiszt. És ez az Atlas egy csomó termékre monopóliumot kap, tehát például a lengyel húsipar, egy az egybe az élő és a feldolgozott hústermékeket Nyugat-Európába csak az Atlaszon keresztül lehet kivinni. Az Atlasz jutalékokat kap, és a nagyon jó, egyébként rendkívül jó üzleti vállalkozás lesz ez, jól keres az Atlasz, és a nyerességet egy az egybe visszajuttatja Kárpik a lengyel kommunista pártnak. Tehát kvázi az amerikai titkos szolgálat asszisztál ahhoz, hogy Lengyelországot szovjetizálják. Teljesen abszurdnak tűnik ez az egész, abból a tudásból, amit gondoltunk a hidegháborúról egészen a legutóbbi időkig. Na de most mi lesz Magyarországon? Magyarországon is hasonló a helyzet, Atlasz is kereskedik egyébként Magyarország felé is, de nem az Atlasz az egyetlen ilyen cég. Számos céget hoznak ekkor létre, mindegyikben főrangú, háborús, bűnös náci tiszt, SS tiszta a tulajdonos, meg aki viszi a cég ügyeit. És ezek a cégek bonyolítják egészen 56-ig tulajdonképpen Magyarország teljes külkereskedelmét. 56-ig szinte a teljes magyar nyugatra menő külkereskedelem Nyugat-Németországon keresztül zajlik. Ez a közvetítő kereskedelem, tehát megkapja egy cég a terméket, azt továbbadja valamerre, és ezért jutalékot kap. Ezt Lenin találta ki. 17 után Lenin találta ki a közvetítő kereskedelmet azzal a céllal, illetve, bocsánat, a közvetítő kereskedelem egy külkereskedelmi ügylet, nem Lenin találta ki, de azért kezdte el alkalmazni, és azért kötelező jelleggel azért adta ki a kommunista blokk országainak, hogy ezt a módozatot használják, mert a közvetítő cég jutalékot kap ugye a közvetítésért, az mindig valamiféle baloldali pártnak volt a vállalata a két világháború között. És a szovjet külkereskedelmi forgalom mindig valami nyugati kommunista pártvállalaton keresztül zajlott. Ezzel illegálisan, meg kvázi finanszírozta ezeket a baloldali pártokat Lenin. Tehát ez volt a séma, amit nekünk is alkalmazni kellett, meg az összes megszállt országnak 45 után. 56 előtt ez a közvetítő kereskedelem, mint mondtam, elsősorban a náci tisztek által létrehozott cégeken keresztül történt.
hihetetlen jutalékokat tettek zsebre. Tehát itt arra kell gondolni, hogy a magyar méz, a magyar dió, a magyar libamáj, a fűszerpaprika, tehát olyan termékek, amelyek világpiacon, világszínvonalat képviselnek, tehát azok a termékek, amiből Magyarország gazdasága ekkor, ugye első 5 éves, vagy az első 3 éves tervben Magyarország újjáépítése, tehát hogy amiből tényleg profitot lehetett volna csinálni. Ezeket elnyelték, ezt a profitot, ezek a cégek. Az egyik, tehát kevés adatom van arról, hogy konkrétan mekkora vesztességet jelentett ez Magyarország számára, de van egy olyan adat, hogy 1956-ban egy Karl Bichenbach nevezetű ember, aki szintén főrangú náci volt 45 előtt, panaszt tesz Kádárnak 57 elején, hogy neki hatalmas kára lett abból, hogy Magyarországon a magyarok itt nem tudom, mindenféle felfordulást csináltak 56. októberében. Mert ugye leállt a magyar gazdaság, leállt a külkereskedelem, és az ő közvetítő cége, aki amúgy 1956 első 10 hónapjában 1,5 millió forint jutalékot tett zsebre, 1,5 millió forint, ekkor az éves átlagkereset 1200 forint, az éves. Ő az első 10 hónapban 1,5 millió forint jutalékot tett zsebre, és panaszkodott, hogy 300 000 nyugatnémet márka kiesése származott abból, hogy október után leállt a külkereskedelmi forgalom Magyarországról. Kádár megtéríti, Fekete Jánosnak köszönhetően, gond meg gondolkodás nélkül kifizetik neki a maradék 300 000 nyugatnémet márkát is. Tehát elképesztő összegek tűnnek már el ekkor. És mi történik 56 után? Ugye ez egy megint egy érdekes történet, ugyanis ez az egész külkereskedelmi hálózat, amelyet Vas Zoltánék nagyon tudatosan kiépítenek. Véleményem szerint, tehát ezt bizonyítani nem tudom, egész egyszerűen csak ha logikusan gondolkodik az ember, ez véletlenül nem történik meg, ennek célja van. És én azt gondolom, hogy az a cél, hogy a nyugati hálózatokat, a szovjetek a nyugati hálózatokkal való kapcsolattartást azt átadják a magyar kommunistáknak 45 után. Mint mondtam, olyan know-how-val rendelkeznek, amivel a többi kommunista párt nem a régióban. Ráadásul nagyon jó, hagyományosan jó a német területekkel való kapcsolat, gazdasági, tudományos, a többi mindenféle politikai kapcsolat is. Tehát a magyar-német kapcsolatokat is akarja használni a Szovjetunió. És a végső cél véleményem szerint nem egyszerűen csak a baloldali hálózatokkal való kapcsolattartás, hanem az is, hogy a német és orosz gazdasági együttműködést valahogy fedésben lehessen tartani Magyarország közvetítésével. Azért, ha belegondolnak, tulajdonképpen az oroszok és a németek egymásra találása az kulcskérdés mind a mai napig. Hát erről szól az ukrán háború is jelenleg. És ez 1870 óta, ez egy kulcskérdés a világpolitikában, és az oroszok is, meg a németek is nagyon jól tudják, hogy mi a saját érdekük. Nem véletlen, hogy Hitler és Sztálin tulajdonképpen még miután megindul a német támadás a Szovjetunió ellen, még utána is van gazdasági együttműködés egy ideig a két ország között. Tehát nem véletlen, hogy Hitler hatalomra kerülésétől, az első pillanattól kezdve Hitler és Sztálin együttműködik. És 45 után véleményem szerint az a cél azzal, hogy minket ebbe a hálózatba ilyen úton-módon bekapcsolnak, hogy a német és az orosz gazdasági együttműködést valahogy fedésben lehessen tartani. Tehát másképp nincs értelme annak, amit önöknek itt elmondtam. És hogy mi történik Kádár után, tehát a 56 után, a kádári nyugati nyitás véleményem szerint nem szól másról, mint arról, hogy erre a hálózatra föltegye a pontot. A kádári nyugati nyitás politikájával jön el az a lehetőség, hogy az a gazdasági hálózat, az az együttműködés olyan szinten kiszélesedjen, aminek aztán a következményeiről fogok most még a maradék időben beszélni. Ugye, hogy miért gondolom ezt? 56 után egy nagyon sajátos helyzet alakul ki, nem csak itt Magyarországon, hanem a Szovjetunióban is, hiszen 53-ban ugye meghal Sztálin,
És az összes utána jövő pártfőtitkár tisztában van azzal, hogy a Szovjetunió gazdasági háttere nem olyan erős, hogy hosszú távon föl tudja tartani a versenyt Amerikával. Tehát szüksége van a nyugati tőkére, és szüksége van a technológiára. Ugyanakkor Amerika is úgy van vele, hogy Oroszország elég erős ahhoz, hogy egyszerűen le lehessen győzni, nem lehet, azért ez a status quo, ez a jó ideig fenn fog állni. És az amerikai cégeknek, meg nem csak az amerikainak, hanem a nyugat-európai cégek is így vannak ezzel, számukra profit. Az elsődleges. És a vasfüggöny keleti oldalán lévő piacok nem csak hogy kiéheztetettek, de hát nagyon széles spektrumban várják a nyugati iparcikkeket, és ezt ki akarják használni. Tehát a nyugat-európai nagytőke részéről van egy nagyon erős nyomás a politikán arra, hogy fölvegyék a gazdasági kapcsolatot a keleti blokkal. Egyébként ez meg is történik, tehát 55 környékén a Szovjetunió teljesen tudatosan és nagyon nyilvánvalóan meghirdeti a békés egymás mellett élés politikáját, amire amerikaiak is nyitottak és elfogadják. Tehát megindul egyfajta gazdasági pezsgés. Armand Hammer, akit 30-as években Sztálin kiebrudal Amerikából, újra megjelenik 55-től, rendszeresen bejár Moszkvába, a Szovjetunióba, és olyannyira, hogy évente többször az összes szovjet pártfőtitkárnak jó barátja lesz Armand Hammer. 90-ben halt meg egyébként, tehát végig kísérte a Szovjetunió életét. De nem csak ő, hanem más befektetők, vagy más filantróp milliárdosok is megjelennek ekkor a kelet-nyugati kapcsolatokban, például egy Cyrus Eaton nevezetű úr, aki a Rockefellerek embere egyébként. A Rockefeller bankház építi őt fel fiatal korától kezdve. Az 50-es évek közepére nagyon komoly vasúttársaságai vannak, bányái vannak, olajvállalata van, tehát egy igazi felső kategóriás üzletember Amerikában, és rááll a kelet-nyugati kapcsolatok finanszírozására. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy ekkor jelenik meg a keleti sajtóban a filantróp üzletember. Valahogy különbséget kell tenni a jó tőkés, meg a rossz tőkés között. Ugye a kommunizmus egészen a kezdetektől azt szajkózta az embereknek, hogy ezek a tőkések, ezek kizsákmányolják a proletárokat, hogy ezek velejéig rossz emberek, az imperializmus ellen harcoltunk. Akkor most hogy történhet az, hogy egyszer csak elkezdenek bejárni a blogba ezek az emberek, és a szovjet pártfőtitkár személyesen fogadja Hammert is, meg Eatont is. Tehát ennek elmögé kellett rakni valami magyarázatot, és így lett a filantróp üzletember arhetípusa, így született meg. Mai napig nagyon szeretik ezt használni. Mindenki filantróp, akinek pénze van, Bill Gates-től kezdve, nem sorolom. Tehát ez innen született. És szóval megkezdődik egyfajta gazdasági pezsgés, igen ám, de azért a nyugaton, a nyugati társadalmak, ugyan, mint mondtam, a 20-as, 30-as évektől kezdve nagyon tudatosan bomlasztva vannak alulról, de azért még van olyan védekező képességük, hogy fölmérik, hogy hát hogy, tehát a kommunistákkal. Cyrus Eatont az amerikai társadalom jelentős része, főleg persze a republikánus párt szavazói, de hát akkor is széles tömegek vetik meg azért, hogy nyíltan kiáll a Szovjetunió mellett. Úgyhogy ehhez kell valamiféle ideológia megtámogatás, és akkor így jön képbe 1956 vére. A szovjetek teljesen tudatosan használják fel a pesti srácok küzdelmét, halálát, Magyarország szabadságharcának eltiprását arra, hogy behatoljanak nyugatra. Ugye 56 után nyugaton a magyar nemzet az kvázi szinonimájá válik a szabadság eszmének, meg a szabadságharc eszméjének. Egy nyugati értelmiségi, hát egy magyar értelmiségi nyugaton sokkal hamarabb talál tárt kapukat, mint egy szovjet, nyilvánvalóan. Tehát egy olyan fajta bizalom van a magyar nemzet iránt, amelyet a szovjetek és Kádár is tudatosan használ ki.
Kádár meghirdeti a nyugati nyitás politikáját, ezzel természetesen nagyon komoly propagandát is kell mögé hinteni, mert azért tudni kell, hogy 56 decemberében még a világ legelutasítottabb politikusa Kádár János. Tehát azért Kádárnak megnyitni, tehát az szépen hangzik, hogy a szovjetek, mint egy trójai falovat, a pesti srácok vérén betolják a magyarokat nyugatra, de hát azért még ott van Kádár a trójai falót hátán, és ő nagyon sokáig nagyon elutasított. De elképesztő tudatos propaganda indul azért is, hogy Kádárt szalonképessé fésüljék. És egyébként Cyrus Eaton az első, aki ezt felismeri, tehát miután ő elképesztő támadásokat kap Amerikában, akkor kitalálja, hogy úgy lehet az üzleti vállalkozásait elfogadtatni, ha Kádárnak segít. Hogyha Kádár képét elfogadtatja az amerikai társadalommal, meg a nyugati társadalommal, ugye akkor még az ENSZ-ben megy a Magyar Ügyet Tárgyaló Bizottság. 1960-ban például New Yorkban ülésezik a Magyar Ügyet Tárgyaló ENSZ Bizottság, Kádár kiutazik New Yorkba, nem diplomáciai útra, kifejezetten az ENSZ bizottsági ülésére. Teljes elszigeteltségben lenne Kádár akkor, hiszen semmiféle diplomáciai fogadás, semmi nincs, de Cyrus Eaton díszebédet ad neki New Yorkban, 1960-ban. Tehát ezzel megtöri Kádár elszigeteltségét, elképesztő energiákat tesz bele, ennek az Eatonnek hatalmas médiahálózata van. Elektronikus, írott média, minden. Nyomja a propagandát Kádár mellett. Olyan nyilatkozatai vannak, hogy hát ő járt Magyarországon, tényleg járt egyébként, 59-ben. Ő maga kéri Kádáréktól, hogy fogadják őt Budapesten, és megígéri, hogy nagyon szépen fog majd odahaza beszámolni a magyarországi tapasztalatairól. Ezt meg is teszi. És elmondja, hogy hát Magyarországon járt, egy csodálatos ez a hely, hogy szereti Kádárt az ő népe, hogy milyen fantasztikus paradicsomot varázsolt, és hát jó-jó, ő se híve a kommunizmusnak, de hát az itt élő népek maguk választották a szocializmust, hát tiszteletbe kell tartani a választásukat. Mondja ezt 1959-60-ban, néhány évvel azután, hogy a szovjet tankok eltiporják az 56-os szabadságot, ott meg egyáltalán, tehát valami elképesztő hazugság cunamit söpör végig a saját média hálózatán, és tulajdonképpen sikerrel jár. Tehát 60-as évek elejére Kádár a legelfogadottabb politikus lesz Nyugat-Európában a keleti blokkból. Az a Kádár, aki 56-ban a legelutasítottabb. Persze ez nem csak Eaton miatt, hanem elég komoly nyugati társutas munka van emögött, hogy ez megtörténik, sőt maga Kádár is hajlandó arra, hogy ilyen titkos szolgálati akcióban is részt vesz. Ez is egy nagyon szép történet, hogy 1962. decemberében járunk, iszonyatosan hideg kvázi, mint most, de még ennél is hidegebb, mert a csúcshőmérséklet is ilyen -10 fok körül van, zajlik a jég a Dunán, és akkor jön egy nyugatnémet újságíró Magyarországra, aki mellékesen egykori náci tiszt, háborús bűnös, nagyon-nagyon sötét dolgai voltak 45 előtt, de hát ő is bűnbocsánatot nyert, és kereskedőként és újságíróként dolgozott az NSZK-ban. Ekkor, és 62-ben Magyarországra látogat, és egy magyar újságíró, aki egyébként természetesen állambiztonsági ügynöke, felajánlja neki, hogy elviszi őt kirándulni a Dunakanyarba. El is indulnak, vasárnap délután van, rettenetesen hideg, kifejezett kirándulóidő, és hogy eljutnak Leányfaluig, azt látják, hogy Kádár János és kedves felesége, a levélellenőr Tamáska Mária ott sétálnak kézen fogva a Dunaparton, és akkor az újságíró megkérdezi a Meissnert, ezt a nyugatnémet újságírót, hogy nézze csak, ott van Kádár János, nem akar vele egy kit szót váltani? És akkor meglepődik a nyugatnémet újságra, hogy mi, hogy Kádár János csak így mindenféle testőrségben, minden nélkül, csak úgy sétál az utcán, és megállhatunk, és oda mehetek vele beszélni. Persze, hát hogy ne, kiszállnak, váltanak pár szót. Tamáska Mária, kedvesem, invitálta
a nyugatnémet újságírót, hogy térjen vissza májusba, mert akkor igazán szép a Dunakanyar. És nagyon kedvesen elbeszélgettek, továbbmentek, és a Meissner annyira le volt nyűgözve, hogy ezután írt egy 3 részes cikk sorozatot a nyugatnémet sajtóban 62 karácsonyán, aminek tulajdonképpen az a kicsengése, hogy Kádárt mennyire szereti a magyar nemzet. Kádár kvázi, mint az áruhás Mátyás király. Szabadon sétál az ország utcáin, senki nem bántja, mindenki szereti, és egyébként konkrétan párhuzamot von Korvin Mátyással, hiszen Visegrádba ment, ugye beszél a bortontó kútról, meg minden, tehát elképesztő a cikk, és leírja, hogy itt micsoda jólét van, és azt állítja, hogy 62-ben Magyarországon a nyugatnémet életszínvonal közelében él a magyar nemzet. Tehát elképesztő propagandát nyomnak tudatosan Kádárról nyugaton, és elérünk oda, hogy bizony a 60-as évekre Kádár a legelfogadottabb politikus. Innen nézve a nyugati nyitás politikája azért már más kicsengést ad, tehát ez egy nagyon tudatos manőver volt. És akkor itt jön a sajátossága tulajdonképpen a magyar gazdasági rendszernek, hogy ez a fajta hálózat, amely abszolút ideológiai síkon indul, és teljesen mértékben a szovjet igények szerint alakul és épül ki, gyakorlatilag a 60-as évekre ráépül egy korrupciós háló, ami már független az ideológiától. Ez egy második generációs emberek veszik át tulajdonképpen ennek a hálózatnak a továbbépítését, és rájönnek arra, hogy itt, ebben a hálózatban az illegális pénzek mozgatása, mint mondtam, elsősorban a nyugat-európai baloldali mozgalmak támogatására ment, azokat lehetne saját zsebbe is rakni. És ez a másodlagos korrupciós hálózat, ez tényleg egy maffiaként kezd el burjánzani a kádári adminisztrációban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt egyrészt a külkereskedelmi vállalatok vezetői, nem minden, de mondjuk a felső vezetése egy külkereskedelmi vállalatnak, nagyjából 50 és 100 között van egyébként, 50 és 100 között mozog a külkereskedelmi vállalatok száma ebben az időszakban. Más kérdés, hogy az igazi nagy, tehát mondjuk egy 40-50 van, ami igazán nagy tételben dolgozik. Különböző titkos szolgálati szakemberek tartoznak ebbe a maffiába, hiszen hidegháború van, mindenféle nyugati kapcsolatrendszert a titkos szolgálat felügyel. Nincsen se tudományos, se gazdasági, se műszaki, semmiféle kapcsolat nyugatra nincsen, anélkül, hogy a titkos szolgálat azt ne felügyelni. Külkereskedelem sincs. Tehát a titkos szolgálatoknakból is kell, nem úgy kell elképzelni, hogy ennek a maffiának minden egyes hírszerző tiszta tagja, de hogy? Hanem van egy kemény mag a hírszerzésen belül, akik ismerik ezt a hálózatot és profitálnak belőle. De ugyanúgy ott meg kell, hogy legyen a pénzügy terén, a bankoknál. Ugye Fekete János nevét már említettem, de nagyon fontos a Magyar Külkereskedelmi Bank is, nem csak az MNB. A Magyar Külkereskedelmi Bank az, amely ezeknek a vegyes vállalatoknak a pénzügyi felügyeletét 1968-ban elnyeri. A Magyar Külkereskedelmi Bank vezetője a 60-as évek közepétől egy Salusinszki István nevezetű úr, aki hát már 47-ben moszkvai külkereskedelmi kirendeltséget vezet. Tehát ő tulajdonképpen az első pillanattól kezdve benne van a külkeres hálózatban, de nem moszkovita volt, tehát őt itt szedik már össze Vas Zoltánék Magyarországon. És ez a Salusinszki először a belügyminisztérium ügynöke, aztán a 60-as évekre átigazol a katonai felderítéshez. És akkor így megint egy nagyon fontos állításhoz érkeztünk, hogy a titkos szolgálat ugye két nagy területe van, ugye a polgári, meg a katonai titkos szolgálat. Ez így volt a kommunizmus idején is. Csak keveset beszélünk, mindig az állambiztonságot, amit ma a belügynek felelne meg, de, hát a polgárinak felelne meg, de én nem szeretem
a kommunizmus időszakára azt a jelzőt használni, hogy polgári titkos szolgált, mert egyszerűen nincs értelme a polgári szónak. Tehát én belügyi titkos szolgálatot szoktam emlegetni, hiszen a belügy felügyelete alatt állt. És a másik pedig a katonai. A katonai felderítés, vagyis a katonai titkos szolgálat az csak hírszerzést végzett ebben az időszakban. Tehát csak hírszerzése, vagyis felderítése volt. Sokkal kisebb szervezet volt, mint a belügyminisztérium alá tartozó államvédelem, majd állambiztonságnak. De, ha belegondolnak, sokkal közvetlenebb kellett, hogy legyen a kapcsolódási pontja a szovjetekhez. Hiszen a Varsói Szerződés tagállamaként a katonaság az egy az egybe be volt integrálva tulajdonképpen a nagy közös, tehát a szovjet hadsereg alá, tehát a GRU, a katonai titkos szolgálata a szovjeteknek, az sokkal közvetlenebb ráhatást gyakorolt a katonai felderítésre, mint mondjuk a KGB-s előszervezetei a belügyi hírszerzésre. Tehát nagyon-nagyon fontos lehet a katonai felderítés Magyarországon, mégis nagyon keveset tudunk róla, egész egyszerűen azért, mert az iratanyagát nem nagyon követelte a magyar társadalom, hogy tegyék kutathatóvá. Az ügynök aktákkal 1990 után gyakorlatilag egy olyan gumicsontot dobtak be a magyar közbeszédbe, amit mai napig rágunk, holott nem az ügynök aktákon lenne a hangsúly. Úgyhogy innen is üzenem a politikusoknak és önöknek is, hogy követeljék a katonai titkos szolgálat iratanyagainak a visszaminősítését és kutathatóvá tételét. Elvileg a jelenlegi törvényben az van, hogy ezeket az iratokat is vissza kell, vagy be kell szolgáltatni az állambiztonsági levéltárba. Gyakorlatilag nagyjából 300 doboz van, ami soknak hangzik, de levéltáros tudja, hogy ez minimális. Ráadásul azért ez egy nagyon erősen szelektált iratanyag, és cenzúrázott iratanyag, tehát anonimizálva van benne minden, tehát nagyon kicsi az esély rá, hogy abból bármi is kiderüljön. Holott azt se tudjuk, hogy a katonai hírszerzés iratanyagait élte-e Dunagét. Hogy ott volt-e tudatos irat megsemmisítés, nem tudunk semmit. Az is lehet, hogy ez egy intakt iratanyag, amihez, ha hozzáférnénk, olyan tudást tudnánk szerezni a rendszer hát mély rétegeiről, amit nem is gondolnánk. Ugyanis, ezt most azért tartottam fontosnak kitérni rá, hogy ez a külkereskedelmi lobby titkos szolgálati része elsősorban nem a belügyben volt, hanem az MNVK-2-nél, tehát a Magyar Néphadsereg vezérkarának második csoportfőnöksége, vagyis a katonai felderítéshez tartozott. Azon belül volt egy olyan részleg, ami gyakorlatilag a legképzettebb külkereskedőket és a legképzettebb újságírókat szervezte be. A két szervezet között mindig is volt egyfajta vetélkedés az ügynök, az operatív hálózat kiépítésében. És a katonák azért voltak ebben profibbak és ügyesebbek, mert a korabeli újságíró vagy külkereskedő is úgy érezhette, hogy kevésbé kompromittáló, ha ő konkrétan a katonáknak dolgozik. Nem is ügynöknek hívták őket, hanem megnyerteknek. A mai napig egyébként a jelenlegi katonai hírszerzésnél is megnyertnek hívják a beszervezett operatív hálózati tagot, nem ügynöknek. A magyar állampolgár megnyert, a külföldi beszervezett az ügynök náluk. Ez így volt 90 előtt is. Tehát a megnyertek hálózatáról alig tudunk valamit, de tudni kell, hogy ez mind önkéntes volt. Még a BMS ügynökök jelentős része presszióval lett beszervezve, tehát jelentős részük maguk is áldozatok voltak, addig a megnyertek egytől egyig önként presszió nélkül vállalták az együttműködést, és jól is jártak, ugyan fizetést nem kaptak, de mindig valamiféle olyan ajánlatot sikerült megragadniuk, tehát ez volt a megnyert kifejezés is innen jön, hogy megnyerték őket. Akár egy tartós külföldi kiküldetés, akár egy autó, a gyerek egyetemi felvételi, egy jó állás, bármi lehetett az a dolog, amiért ő vállalta az együttműködést. És amikor azt látjuk, hogy bizonyos
hát a múlt rendszerben rendkívül jó karriert befutó sajtómunkások bőszen állítják magukról, hogy ők nem voltak ügynökök, igaz? Mert jó eséllyel megnyertek voltak, ezt viszont nem tudjuk bizonyítani, mert az anyagok nem állnak rendelkezésünkre. Na most ez egy, bocsánat, ez egy hosszadalmas kitérő volt, de fontosnak tartottam ebben a közegben ezt elmondani. Tehát a visszatérve a külkereskedelmi maffiához, tehát a katonai felderítés volt, főleg ebben érintett. Az a Salusinski István, akit a Magyar Külkereskedelmi Bank elnökeként említettem önöknek az előbb, belügyes ügynökként kezdi, és amikor kikerül a 60-as évek elején Rómába, kereskedelmi attasséként, akkor már az MNVK2-nek dolgozik, és onnantól kezdve azt látjuk, hogy minden jelentős figura, aki ebben a korrupciós hálózatban részt vesz, az így úgy az MNVK2-höz köthető sokkal inkább, mint a belügyhöz. Most létrejön ez a fajta korrupciós hálózat. Úgy működnek egyébként a közvetítő kereskedelemre telepszenek rá, de hogy ebből ugye mi az üzlet nekik? Hát az, hogy a magyar külkereskedelmi vállalatok fölvásárolnak egy csomó terméket a világ különböző részein, főleg a harmadik világgal vagyunk nagyon jó kapcsolatban egyébként a 60-as évektől kezdve, és ezt a terméket aztán továbbadják egy nyugati cégnek olcsóbban. Nagyon gyakran tehát a közvetítő kereskedelemnek a döntő többsége, amit a magyar külkereskedelem lefolytat, az nem a kelet-nyugat közötti kapcsolatokat viszi, tehát nem egy keleti és egy nyugati cég közé kelődik be egy magyar, hanem két nyugati cég közé, vagy egy harmadik világ és egy nyugati cég közé. És ugye, hogy miért érdeke a nyugatnak egy magyar külkereskedelmi vállalatot bevonni egy adásvételbe, amikor közvetlenül is megvehetné? Hát azért, mert olcsóbban adjuk tovább, mint amennyiért megvásároltuk. És ez nagy tételben történik. Nem állítom, hogy a reexport teljes egésze ezzel a konstrukcióval működött, de jelentős része igen. Olyannyira, hogy még a CIA is fölfigyel erre már 59-ben, pedig akkor még nagyon gyerekcipőben jár ez a dolog, hogy mit csinálnak a magyarok, mert nem érti, hogy mi ebben a ráció. Hát az a ráció, hogy az a nyugati vállalat, ami vevőként jelenik meg, abból a nyereségből, amit elkönyvelhet, hogy olcsóbban jutott hozzá a termékhez, mintha közvetlenül vette volna, visszajuttat zsebekbe jutalékot. Annak az üzletkötőnek, annak a vállalatvezetőnek, aki lehetővé tette, létrehozta ezt az ügyletet. És egyébként ez a korrupciós hálózat, ez még sokkal bonyolultabb, mert itt ez a jutalékrendszer, ez oda-vissza működik. Tehát a nyugati cég be akar törni a keleti piacokra. A keleti piacokon nincs versenytárs. Ha ide bejött egy nyugati cég, a legócskább leselejtezésre váló terméket is jó pénzért el tudja adni, aminek nyugaton már nem lenne piaca. Tehát a nyugati cég, hogy bekerüljön a keleti piacokra, azért is hajlandó korrumpálni. Tehát ez egy nagyon bonyolult, de visszafele is működik, de most nem megyek bele, ez egy nagyon bonyolult korrupciós háló, amire ez a külkereskedelmi maffia ráépül. Elképesztő nagy tételek kerülnek így ki. Ugye van egy kimutatás, amit 2010-ben, vagy 2012-ben publikált egy angol civil szervezet, a Tax Justice Network, és 2010-ig, tehát 1980-tól 2010-ig gyűjtötték az adatokat. Hozzáteszem, hogy ez semmi köze a 2010-es magyar kormányváltáshoz. Tehát ez egy angol civil szervezet. És azt nézték meg, hogy az egész világból melyek azok az országok, ahonnan a legtöbb pénzt tűnt el offshore-ba. És azt kihúzták a 20 legnagyobb vesztest, és a 20 legnagyobb vesztes középmezőnyében van Magyarország. Azt állapították meg, hogy 1980 és 2010 között Magyarországról 242 milliárd dollár ment ki offshore-ba. Hogyha hozzátesszük azt, ugye, hogy 1990-ben 22 milliárd dollár adóssággal álltunk a csőd szélén, de a 2010-es államadósságunknak is ez közel a háromszorosa.
az 30 év, ugye 80-tól 2010-ig, ennek a 30 év alatt, ez Bogár László számolta ki, a teljes megtermelt nemzeti jövedelem egy harmada, vagyis minden harmadik évben a teljes magyar nemzet ennek az offshore hálózatnak dolgozott. Döbbenetes szám, és hozzátesszük, hogy 1980-tól nézték ezeket az adatokat. Nálunk az offshore az valahol az 50-es években indult. Annyira megerősödött ez a korrupciós hálózat, hogy már politikai nyomásgyakorlást is tudott a gazdasági vezetésre, a pártvezetésre gyakorolni, és 1972-ben elérték azt, hogy egyedül a blokkban lehetőséget kapott arra minden külkereskedelmi vállalat, hogy külön engedélyezés nélkül cégeket alapítsanak nyugaton. Ilyen nem volt máshol, más blokkbeli országban, csak Magyarországon. Nagyon érdekes egyébként, hogy még Jugoszlávia sem így működött, pedig ugye ez gazdaságilag nyitott volt végig. Románok egy évvel korábban, 71-ben csináltak egy hasonlót, de az arról szólt, hogy a nyugati cégek jöhettek be Romániába vegyes vállalatot alapítani, magyarán behúzták, beszerették volna vonni a tőkét, a működő tőkét próbálták behívni Romániába. Magyarországon nem ez volt, Magyarországon nyugaton lehetett cégeket alapítani. Tehát egyfajta tőke kiáramlást segített elő ekkora magyarországi vezetés. És ez odáig fajult, hogy nem tudjuk pontosan a számokat, de hogyha kint van már egy vegyes vállalat, az a kinti törvények vonatkoznak rá, annyi céget alapít utána, amennyit akar, ami már nincs bejegyezve Magyarországon. Azok a cégek újabb cégeket hozhatnak létre, újabb és újabb cégek jöhetnek létre. Annyit tudunk, hogy Magyarországon, vagy a bejegyzett vegyes vállalat a 80-as évek elején nagyjából 200 volt, de hogy azoknak hány vállalkozása, illetve a vállalkozásuknak újabb és újabb hány vállalkozása volt, satszolni sem tudjuk. Én néhányat megnéztem 72 után, amiket alapítottak, és szinte azonnal elkezdenek ezek a cégek újabb cégeket alapítani, mindegyiknek van pillanatokon belül legalább 4-5. Tehát itt egy több ezres céghálózatról beszélünk a 80-as évekre, egy offshore hálózat, amit nyeli el ennek a közvetítő kereskedelemből származó jutalékokat. Úgy képzeljék el, egy konkrét példa, hogy 79-ben kitör, és most már mondjuk 10 perc múlva letelik a másfél óra, addigra be is fejezem, esküszöm. Tehát 79-ben az iráni iszlamista fordulat után minden hasonlóság a jelenlegi helyzethez csak a véletlen összjátéka lehet, tehát Amerika embargó alá helyezi az iráni olajat. De szüksége van rá. Ezért mit csinál? Nagyon jól tudja akkor minden gazdasági szereplő a hidegháború térfélen ki az, akin keresztül tranzitálni lehet a termékeket, tehát Magyarország. Úgyhogy Magyarországon keresztül veszi meg az iráni olajat Amerika, ez 10 éven keresztül tart ez a konstrukció, egészen 1990-ig, tehát 89 végén még ez a konstrukció él, nem tudom mikor szakadt a félbe, mindegy. Szóval, hogy 10 évig legalább él ez a konstrukció. 10%-kal drágábban vesszük Irántól az olajat, mint amennyiért eladjuk Amerikának. Minden dolláron 10 centet veszítünk. Dollár 100 milliók úsznak el ez alatt a 10 év alatt, csak ebből az egy üzletből, Magyarországról. Úgy csinálják, hogy a Mineral Impex az, amely megveszi az olajat, és van 72-től neki egy bécsi leányvállalata, a Mineral Kontor. A Mineral Kontor adja el olcsóbban Amerikába. Természetesen egy magánvállalatnak, úgy hívják őket, hogy Philip Brothers, de a legnagyobb olaj magánvállalat Amerikában, és már a háború alatt ők adták az amerikai kormánynak az olajat, tehát itt nagyon komoly összefonódások lehetnek, de hát ehhez én kicsi vagyok, hogy megértsem. Szóval kikerülik az embargót az amerikaiak. Elképesztő pénzeket veszítünk rajta. És az a legérdekesebb a történetben, hogy az állambiztonság az észreveszi ezt az anomáliát azonnal, és jelenti a belügyi vezetésnek, jelenti a pártvezetésnek, jelenti a kormánynak, és nem történik semmi. Azt sem mondják, hogy felejtsék el, ne foglalkozzanak vele, nincs itt semmi érdekes, forduljanak el,
de azt sem mondják, hogy hú, hát ide az adatokat, a bizonyítékokat, mert akkor ez valami visszaérés. Semmi. Nem reagálnak. És akkor ott áll az állambiztonság, mit csináljon? Saját magát akarja védeni, gyűjti az adatokat 10 éven keresztül. Persze ezek az adatok hozzá kell tenni, hogy nem kutathatóak. Amikor én megírtam az Impexek korát, akkor az erre vonatkozó operatív hírszerzési anyag még legalábbis papíron azt lehetett látni, hogy van 4 dosszié erről az ügyről, de nem kapta még meg a levéltár. És én arról vártam évekig, hogy majd egyszer csak visszaminősítik, és de jó lesz majd akkor ezt megkutatni. De most már az van, azt lehet látni a rendszerben, hogy hát nincs, nem is... Ilyen nincs. Tehát, hogy ez most valóban 17 után semmisítették volna meg, miután megjelent a könyvem, nem tudom, de furcsa mindenképpen a dolog. Viszont arra szerintem senki nem számított, hogy vannak olyan másodlagos források, amiből legalább a jéghegy csúcsát kis mozaikokból össze lehet rakni. Úgyhogy, hogy mennyi pénz folyt el... Amikor egy Russa István volt a Mineral Impexnek a vezetője, amikor ez az egész üzlet megköttetett, Russa István 84-ben nyugdíjba ment, 86-ban meghalt. És amikor meghalt, akkor az állambiztonság azt mondta, hogy jó, hát így gyűjtjük az adatokat évek óta, nem történt semmi, hát de akkor hozzuk legalább vissza azt a pénzt, ami a russai számláján van nyugati bankoknál. És akkor... Csinálnak egy akciócsoportot, elkezdik begyűjteni a pénzeket, de tényleg ez krimibe illik, hogy a Szőnyi Olga a felesége a Russainak, az opera énekesnőző kottájában, a partitúrájában vannak ilyen kódoljelek elhelyezve, hogy hol vannak a széfek, meg mivel nyílik, tehát tiszta krimi az egész. De a russai vagyonának egy részét sikerül felderíteniük, csak egy része. És úgy képzeljék el, hogy ha azt is lehet tudni, hogy a Mineralkontor, a bécsi leányvállalat másik tulajdonosa mindig ugyanannyi jutalékot kap a szállítások után, tehát eleve duplázzák az összeget, amit mondani fogok. Amit megtalálnak a russai számláin, az a 89-es költségvetési hiány 20%-a. És russai 84-ben nyugdíjba ment. Átvette egy Tóth József nevezetű úr a Mineral Impex vezetését. Tóth József változatlan konstrukcióval vitte tovább ezt az üzletet. Mai napig egyébként talán most már nyugdíjba vonul, de nagyon sokáig a MOL vezérkarában volt, majd mindenféle főtanácsadó volt a MOL mellett, és egy World Petroleum Council-nak volt az elnöke a legutóbbi időkig. A World Petroleum Council az egy Londonban működő világszervezet, aminek főleg OPEC országok a tagjai, vagy olajkitermelő országok a tagjai. Tehát, hogy is magyar elnöke volt most. Ezen is el lehet egy kicsit gondolkodni. A könyvem megjelenése után, 17-ben jelent meg az Impexek kor, amiben ezt az ügyet leírtam, egy évvel később, 18 augusztusában Tihany díszpolgárává választották az urat. Tehát a tihanyi fideszes vezetésnek ez így, nem tudom, úgy gondolták, hogy jó poém. Tehát ez az ügy tényleg napjainkig vezet. És miközben a russai számláim megtalálják a 89-es költségvetési hiány 20%-át, közben azt is tudják, hogy miközben folyik a nyomozás, a sokszorosa megy ki annak a pénznek, amit ők földerítettek. Tehát elképesztő, ezzel az egy üzlettel valami hihetetlen mennyiségű pénz folyt el. És akkor mi a konklúzió mindebből? Véleményem szerint ez a konklúzió, hogy ez a fajta gazdasági hálózat, amit azért hozzá kell tenni, hogy itt nagyon komoly, nem csak gazdasági érdekeltségek voltak, hanem ahogy a 80-as évekhez elérünk, akkor már mindenki tudja, hogy a kétpólusú világrendnek előbb-utóbb vége lesz. Csak az időpont kérdés. És nem mindegy, hogy a szovjet uralom alól felszabaduló országok gazdasága hogyan fog alakulni. Nem mindegy, hogy az új politikai elit az merrefele fogja vinni az országot. És azért nem mindegy, mert itt nagyon komoly nyugati érdekeltségek vannak. Ez a korrupciós hálózat a 70-es évekre már nyugat fele van elkötelezve. Nem Moszkva az irányadó számukra. 1000 szálon vannak lekötelezve nyugati multinacionális cégeknek, ma úgy mondanánk, hogy a globális nagytőkének. És ez a fajta maffia tulajdonképpen már a kezdeményező. Az állampárti hierarchia lebontására gyülekeznek ellenzéki jó szándékú erők,
De az állampárti hierarchia már nem meghatározó Magyarországon. Hiába bontják ezt le 90-ben, hiába épül ki egy demokratikus intézményrendszer, ha a hálózatokhoz, akik már a kezdeményezők, nem nyúl senki. Onnantól kezdve, hogy az országnak nincs gazdasági szuverenitása, onnantól kezdve politikai szuverenitása sincs. Gazdasági szuverenitás pedig itt egy pillanatra nem volt. Ezek az érdekek nem véletlen, hogy Magyarország az egyetlen ország a térségben, ahol nincsen kísérlet sem az igazságtételre, nincs kísérlet sem a reprivatizációra, nincs kísérlet véletlenül sem az elszámoltatásra, nem véletlen. Olyan szinten épül be ez a gazdasági hálózat a politikába is. Armand Hammer, Cyrus Heaton meghal 79-ben, tehát ő csak addig jár Magyarországra, de Armand Hammer egészen 90-ig. És nem csak gazdasági tárgyalásokat folytat, hát Acél Györggyel egyeztet 80-as évek elejétől rendszeresen. Ki Acél György? A kiválasztott új politikai elit atya, ő nevelgeti a kis vipera fészkében a jövő politikai elitjét. Tehát itt nagyon komoly, a gazdasági átmentésen kívül nagyon komoly politikai befolyásolás is történik. Ugye 83-84-től már az egyetemistákat is el akarják érni, megkezdődnek az amerikai ösztöndíjak, amivel viszik ki a jövő generációját nevelni. Magyarországon 84-ben létrejön az MTA és Soros György közötti megállapodás, ami aztán életre hívja a Soros alapítványt. Egyébként egy menedzserképzőt is létrehoznak, aminek Armand Hammer lenne a vezetője, a tiszteletbeli elnöke, csak már nagyon öreg, ezért nem Hammer lesz a tiszteletbeli elnöke, hanem Soros György. Tehát a kontinuitást azért itt látni kell. És nagyjából itt zárnám az előadásomat, és várom a kérdéseket, ha van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy még egy konklúzióval is bővített ízelítőt kaphattunk Borvendég Zsuzsanna kutatásaiból. Legutóbb Raffay Ernő ugye itt a szabadkőműves hálózatokról beszélt. Aki itt a Szabad Egyetemünkön azt a témát már úgy érzi, hogy megemésztette, annak sok sikert kívánok most a kommunista hálózatokban való elmélyedéshez. Szakács Árpád kitűnő kiadójának, a Kárpátia stúdiónak a gondozásában jelentek meg ugye Borvendég Zsuzsannának a legutóbbi könyvei, amelyek mélyebb betekintést is adnak abba, amiből most tulajdonképpen csak ízelítőt kaptunk. Én itt a felvezetőben is általában a Szabad Egyetemünkön ugye mindig igyekszem kerülni a politikát, de hát felkérés volt keringőre az, amit történész asszony mondott, hogy szorgalmazza, hogy a politika feszegesse a katonai nemzetbiztonsági iratok nyilvánosságát is. Hát jelentem, hogy az első interpellációm egy ciklusban pont ezt feszegette, vagy hát ezt is, hiszen az volt a címe, hogy hajlandó-e végre a kormány az állambiztonsági múlt titkosításainak feloldására, és nagyon köszönöm ezt a megerősítést, legközelebb most már erre is fogok hivatkozni, erre az újabb küldetésre, bár magam is szó szerint, hogy idézem, szóvá tettem azt, hogy még a kutatók számára sem nyilvános a katonai nemzetbiztonsági szolgálat, az egykori MNV K/2 csoportfőnökségnek a 1990 előtti hálózati adatbázisa, amelyben az ügynökök ugyebár, tehát ahogy hallottuk is, a megnyertek néven szerepelnek. Minden esetre most a kommunizmus áldozatainak emléknapjához is közeledve, mi nem csak emlékezni szoktunk, hanem valóban megfogalmazzuk a feladatainkat is, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt a konklúzióban azért néhány szót ejtett arról, amit mi azért úgy rendszeresen elmondunk, hogy az állambiztonsági múlt közismert nevén, vagy legismertebb részeként, legpikánsabb részeként az úgynevezett ügynöklisták feltárása, összeállítása nyilvánvalóan ezek közé tartozik, ezért nagy tisztelettel adozunk azok előtt, a történészek előtt, akik nagyon sok évtizedes munkájukkal próbálják kutatni mindenféle titkosítások közepette is az állambiztonsági múltat. Nyilvánvalóan fontos a kommunista vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, és nem csak egy-két Biszku Bélára gondolhatunk, hanem itt élnek közöttünk még mondjuk az MSZNP KB tagokon kívül, akár a KISZ KB tag Gyurcsány Ferenc, és még sorolhatnánk, úgyhogy a
kommunista vezetőknek, még akár a luxus nyugdíjainak megvonása is, ha gondolunk akár Schmidt Pára, aki Kádár János miniszterhelyettesi rangban lévő állami vezetőjeként tulajdonképpen még akár amiatt is kap még egy plusz juttatást. Szóval sorolhatnánk még a közöttünk élő kommunizmusnak a problémáit. Mindenesetre, ha valaki elmulasztotta volna Borvendék Zsuzsanna doktori disszertációjának megvédésén való részvételt, hát annak most egy kis betekintést nyújtatunk egy kicsit hasonló helyzetbe, ugyanis így még a kérdések előtt felkérném Popé Gyura professzor urat, úgyis, mint az MTA doktorát, hogy bírálatát adja az elhangzottaknak. Köszönöm szépen. Kedves barátaim! Hát itt kicsit cáfolnom kell a kedves barátunkat, Novák előtt képviselő urat. Nem akarok én senkinek semmilyen bírálat, senki felé bírálatot gyakorolni, csak néhány gondolat, ami úgy az előadás közben eszembe jutott, ezeket úgy megosztanám önökkel, valahogyan olyan hangosan gondolkodva. Tudják, ilyenkor én nem vagyok könnyű helyzetben, és egy kicsit furcsán érzem magam, mint ahogy mindig furcsán érzem magam, hogyha nálamnál értékesebb témát feldolgozó kollégával, történésszel találkozom. És akkor látom mindig összehasonlítva magamat, hogy mi csekély az a terület, amin én mozgok, amikor kicsit rátekintek azokra a számomra, talán terra incognita, ismeretlen földnek, ismeretlen területnek nevezhető részproblémákra, amelyek jelen pillanatban talán mindennél fontosabbak a számunkra. Nos, és eszembe jut ilyenkor a Tiborcz panasza. Ki száz meg százezert rabolt, bírálja lészen annak, kit a szükség garast rabolni kényszerített. És ahogy hallottuk, ez a hálózat, ez a folyamat nem szűnt meg. Ez él és működik. Gondoljunk csak az offshore cégek sokaságára. És a ezzel kapcsolatos ilyen-olyan problémákra, bajokra, gondokra, bajokra. És ez így fog menni. Hogy fogjuk ezt felszámolni, vagy saját magától elhal? Nem hiszem. Lehet, hogy bizonyos részek elhalnak, de bizonyos részek újra termelődnek. Új és új formában jelentkeznek. Egy olyan tiszta közéletre lenne szükségünk, amelyben nem éri meg gazembernek lenni. Vajon megérjük ezt? Nem tudjuk. De mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezzék. Még akkor is, ha nem fogunk célt érni. De legalább igyekezzünk ebben a stílusban, ezzel a szándékkal megtenni mindent, amit tudunk, hogy ilyen dolgok ne következhessenek be, vagy csökkenjenek, csökkentsük ezeknek a hatékonyságát. Hogy mi módon, hogyan lehet ezt megtenni, gazdasági, politikai, vagy erkölcsi neveléssel, nem vagyok a megmondhatója ennek, nem tudom. Minden téren küzdeni kellene ez ellen. És hát nekünk pedig tanulmányozni kell a föltárt dolgokat, és okulni belőle. Hol, hogyan vertek át bennünket a történelem folyamán? Miben vagyunk mi hibások abban, hogy ez bekövetkezhetett? És mire kell vigyáznunk a jelenben, hogy ezek a dolgok újból bekövetkezhessenek más, modernebb formában, bújtatott módon, amit majd megint csak évtizedek múlva fogunk észrevenni, hogy mi minden történt velünk, amelyek jelenleg láthatatlanak a számunkra. Nos, ezért kell nyitott szemmel, nyitott füllel és tiszta aggyal szemlélni az események folyását, amelyek körülöttünk burjánzanak, nőnek, de mindenképpen arra kell, hogy ítéljük őket, hogy ezek előbb-utóbb elmúljanak. Hát egyelőre köszönöm a figyelmüket, és köszönöm Zsuzsának az előadást. Valóban élvezet volt hallgatni, amiket mondott. Annál is inkább, mert bevallom őszintén, ezek a dolgok újak a számomra, úgyhogy, mint más témával foglalkozó történész, valóban én laikus vagyok, laikusa vagyok ennek a témának. Köszönöm szépen!